Köszöntöm a kedves nézőket, sziasztok! Ez itt az Élvonalban Kató Ákossal, úgy, hogy azt már megszokhatták, minden egyes szerdán 19 órától itt vagyunk önöknek, önökért, a TV1-en, a Facebookon és a YouTube-on is. De hogyha valaki testet szeretne építeni és elkezdene foglalkozni komolyabban a testépítéssel, akkor megteheti persze bármikor, csak hát kell egy kiváló edző, és ide az Élvonalba talán az egyik legfelkapottabb személyedzőt hívtam el, magam mellé, aki itt van, és azt is tudni kell róla, hogy országos abszolút bajnok az ő kategóriájában. Fogadjátok nagyon szeretettel, itt a mai Élvonalban Denis Ignatescu-t. Sziasztok! Szia, köszöntelek! Hát azt hiszem minden információt, vagy minden tudnivalót, úgy, ahogy helyesen mondtam el rólad, országos abszolút bajnok. Ez ugye így igaz? Ezt egy picit meséld el nekünk, nyilván nem mindenki szakért testépítésből, tehát nem mindenki van tisztában azzal, hogy mit jelent testet építeni, mit jelent helyesen edzeni és táplálkozni, és utána mennyi kihívás van, mennyi megpróbáltatás van ezzel az egésszel. Ez így igaz. Elsősorban szeretném megköszönni a meghívást. Nagy örömmel fogadom ezt a tel, és szeretném köszönteni a kedves nézőket is. Remélem, hogy egy érdekes alkalom lesz nektek is, és sokkal többet fogtok megtudni úgymond a testépítésről, a fitnessről, a személy edzősködésről ezzel az alkalommal, és ez így igaz, úgy, ahogy te mondtad. Emlékszek arra, amikor kicsi koromban néztem ezeket az akciófilmeket, még Arnolddal, meg Schwarzenegger, igen, Jean-Claude Van Damme és úgymond Sylvester Stallone is a kedvenceim között volt. Mindig, még kicsi koromból szerettem ezeket a úgymond erős embereket és ezeket a sportokat, amik az erős embereknek születtek. Ennek által 13 éves korommal döntöttem el azt, hogy el fogok kezdeni edzeni. Egy, én úgy mondanám, szerencsés alkalomból, mert én azelőtt úsztam, meg még volt egy pár sport, amit így amatőr szinten űztem, de sose éreztem azt igazán, hogy ezek a sportok, nem tudom, hogy igazán ott lenne nekem a helyem ezekben a sportokban. És mikor elkezdtem egy picit komolyabban úszni, és bejöttem ezekbe a dolgokba, eléggé sovány lettem. Ennek alkalmával az úszó tanárom, akivel találkoztam, a kampányunk sorjával, amit folytatunk az iskolában, azt javasolta nekem, hogy kezdjek el testépíteni, járni a fitness terembe, egy kicsit erősödjek arra, hogy legyen egy jobb fizikumom, egy erősebb fizikumom, amivel tudjam a testépítést folytatni. Szóval nekem ez így kezdődött, és mikor először belekerültem a terembe, részemre szerelem volt az első látásnál, és végre azt éreztem, hogy nekem igazán ott a helyem. Utána meg lassan-lassan szépen elkezdtem edzeni, ugye én is, mint a többiek, kedves nézők, nem tudtam túl sok mindent erről a sportról, mert annak idején még eléggé nehezen jutott el az információ a diétákról, meg az edzésekről, a magazinek, meg a fitness magazinek nem voltak annyira elhíresztelve Romániában, mint most. Tehát YouTube-on sem volt annyi meg tartalma. YouTube-on sem volt annyi content, mint van például mostan, mert sokkal kevesebb volt a content egy rész, és második rész nagyon nehéz volt emiatt lecsekkolni az infót. Szóval sok mindenki mondott sok minden, de nem tudtál igazán kiegyenesedni azon, hogy mi igaz, mi nem, és hogy kéne csináljad. És utána lassan-lassan becseppentem ebbe, volt egy pár barátom, aki támogatott, és ezúttal szeretném nekik is megköszönni ezt, hogy létre tették ezt nekem, az edzőnek, aki mellettem állt, és a sok-sok barátomnak, meg ismerősömnek, edzőtársaknak, akik időhosszán nagyon sokat tanultam tőlük. Jó, eddig teljes mértékben világos, valahogy úgy jön le az egész nekem, hogy valahol bezárult egy ajtó, azt mondták, hogy jó-jó úszás, de amúgy simán lehetnél testépítő is, vagy elkezdhetnél ezzel foglalkozni. Na most az átlag néző, amikor azt hallja azt a szót, hogy testépítés, akkor mindig azok a brutálisan nagy állatok, már bocsánat, hogy ezt így mondom, de hogy mindig az az átlagos kép ugrik be egy jól-jól kigyúrt és nem csak kigyúrt emberről, aki emberfeletti módon néz ki. Na most ez a kép, ez így helyes, tehát kb. Téged is akkor, amikor versenyformában voltál, úgy kell elképzelni, mint egy olyan ember, akit szét van, szóval szét van gyúrva, vagy nyilván itt is vannak kategóriák, de ezt jobban fogod te szerintem vázolni, hogy te akkor hogyan néztél ki?
Hát én akkor szeretném avval kezdeni, hogy mikor nekiálltam ennek a sportnak, eléggé sovány voltam. Szóval nem lettem volna igazán az a fazon, akinek adtál volna egy esélyt arra, hogy izmos legyen, hogy jól nézzen ki, hogy egy nap azt tudjad mondani, hogy igazán belőlem bajnok lehet. És lassan idő teltével én mindig az egyik legfiatalabb srác voltam a teremből, mert ahogy mondtam korábban is, 13 éves koromkor jártam el a terembe, az edzőteremben, és onnan lassan-lassan felépítettem. Ugye a testépítés, úgy, ahogy te is mondtad, igazán egy érdekes sport lehet, meg így vizuális szempontból durva lehet egy testépítőt full formában látni, de emellett szeretném azt hozzátenni, hogy úgy, ahogy említetted, te is több kategória van. És nem mindenki arra született, hogy egy Ronnie Coleman, vagy egy Jay Cutler legyen, vagy például... Ismerős nevek. Egy Arnold Schwarzenegger. Én bizony egy kicsit könnyebb súlycsoport kategóriába versenyeztem. A 70 kilóba építettem úgymond magamnak nevet, és utána az idő teltével, ahogy több izomtömeget pakoltam magamra, fel kellett menjek a 75-ös kilós kategóriára, amiatt, hogy idő teltével épít el izmot, és túl nehéz lett volna nekem beférni abba a bizonyos 70 kilóba idő teltével. Ami sikerült is egyébként, tehát sikeresen felmentél. Említettél korábban egy olyat, hogy sikerült valami 90 plusz környékére megérkezni, és ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mi a nehezebb? Tehát nyilván van, aki tömeget szeretne, tömegelni szeretne, még több izmot magára pakolni. Van, aki szálkásítani szeretne, ugye, hogy azok az izomcsoportok, minden egyes kocka, biceps, triceps, delta, stb. Azok kiválóan látszódjanak. Mi a nehezebb szerinted? Van egy vicc is a testépítő között, és ők szokták is mondani, hogy könnyű six-packet elérni 60 kilónál. Ez többé-kevésbé igaz is, amiatt, mert szálkásítást elérni egy kisebb súlycsoportban nem egy olyan nagy próbatétel, kihívás a versenyző számára. De viszont, ha beszélünk egy olyan sportolóról, aki a nehéz kategóriában van, egy olyan 90-100 kilóban, na, annak a fazonnak igazán nehéz elérni azt, hogy száraz legyen, meg úgy mondjad, hogy ez a csávó igazán abban a formában ért, ami fú, most minden benne van. Személy szerint bizonyos személyeknek könnyebb izmot építeni, mert erre jobb a genetikájuk. Ez egy genetikai adottság, hogy tudjál izmot építeni, úgy, mint ugyanabban az időben genetikai adottság az is, hogy tudjál szálkásítani. Szóval személy szerint mindenkinek könnyebb elérni bizonyos aspekt aspektusokat, igen, a sportból, de nincs egy olyan, vagy nagyon kevés az a sportoló, aki igazán minden adottsággal rendelkezik igazán. Hát nem túl sok hasonló versenyt lát az átlag néző, meg jó magam is, de ugye a boxban ott tudjuk, hogy az ütés, ami betalál, az pontot ér, tehát ez pofon egyszerű. A Forma 1-ben aki elsőnek ér be a célba, az nyer. Itt ki nyer? Mert hogy mindenki tulajdonképpen ki van gyúrva, jól érkeznek meg jó formába, mire néznek a bírók? Tehát mi az, amire odafigyelnek? Itt több minden az, amit a bírók figyelnek. Elsősorban úgy, ahogy a neve mondja, a sportnak is testépítés, szóval az izomra fogunk koncentrálni. De ez az izomzat kell jöjjön más-más adottságokkal is. Szárasság, definíció, hogy látszódjanak szépen az izomsejtek. Ugyanabban az időben nagyon szimmetrikus is kell legyen, mert van rá példa, meg volt rá példa sok nagyon jó sportolókra, akiknek nagyon szép volt a hátizma, vagy például a válla, karja, lába, stb. De mikor az egész testet vettük figyelembe, nem volt annyira szimmetrikus, igen, és nem volt annyira tetsző a szemnek, a bírák számára. És ugyanabban az időben még van egy pár aspektus, ami fontos a verseny napján, a szín. Mennyire jól sikerül elérjed te a szárasságot, annak alapján, hogy nem ittál vizet, meg glikogénnel töltötted az izmaidat az előtte lévő pár nappal, stb. A szín. Mennyire jók a fények a színpadon. Igen, mert látom, erről is nagyon sokat számít, meg a barnítókrém. Szóval ez igazán sokszor bármennyire is jól lennél felkészülve, ha nincs
egy picit szerencsésebb napod verseny napján veszíthetsz egy vagy két helyt, és bajnokból lehet simán második vagy harmadik. Sokszor volt erre is példa. Meg utána a prezentáció, mert ez is fontos. Színpadon egy műsor, sokan, mikor testépítést említik, az erő ember sportok irányában mennek el a gondolatukkal, de ez inkább egy olyan sport, mint például a balett vagy a tánc, ez inkább egy ilyen etalációs sport. Tehát megmutatod magadat. Megmutatod magadat, persze, és fontos is az, ahogy megmutasd magadat. Szóval itten a bírók nem azt akarják látni, hogy egy húshegy vagy, a bírók azt akarják látni, hogy abban az időben, hogy van egy nagy, proeminens izom, egy izomzattal rendelkezel, és ugyanabban az időben is el tudod úgymond adni magadat, és elő tudod hozni a karizmádat. Ez neked sikerült, és ezért lettél bajnok. Fontos. Igen. És emiatt is lettem bajnok, mert én szerettem még a versenyzős időszakomból koncentrálni a prezentációmra. Mert egy testépítő verseny úgy oszlik el, hogy van egy pár próba, van két vagy három próba. Az első próbának a neve az az, hogy az obligatórió pozíciókat fogjuk exerszálni. Kihívnak mindenkit előre, és elkezdik páros bicepszemből, stb. Has, láb, stb. Stb. Mindenkinek van egy prezentáció utána, egy perces prezentáció egy számon, amit saját magad választol ki, és még utána sor kerül egy pose down-ra, ahol mindenki egy választott ugyanúgy számon, kiszedi azokat a pózokat, amik a legjobban hozzák. Igen. Tehát magyarán lebutítva annyiról van szó, hogy egy percen keresztül egy bizonyos számra te feszítesz a zsűrinek, és megmutatod az összes porcikádat azért, hogy azt ők láthassák és értékeljék. És próbálod megmutatni a testedet, hogy az első vonalba hozzad azt, ami neked a legjobb, és ugyanabban az időben eldugdosni a hiányaidat. Mert ez igazán a pláne az egészből, hogy most jó, nem mindenkinek lehet vastag combja, vagy nem mindenkinek lehet kerek bicepsze, vagy vastag hátja, vagy nem tudom, szép melizma, vagy hasizma például. De ebben az egy percben úgy próbálod mutatni magadat, hogy te vagy a legjobb, és elpróbálod takarni a hiányokat. Tehát magyarán, hogyha mondjuk egy kicsit gyengébb a combizmom, az nem igazán fejlődött jól ki, nem edzettem annyit rá, blablabla, ki tudja. Inkább fogok pózolni mondjuk hátra, kar, mellkas, és a lábammal annyira nem foglalkozok. Persze. Hát akkor ma is tanultunk valamit. Van neked olyan porcikád, részed, izomzatod, bármi, amire kifejezetten odafigyelsz, mert az az erősséged, és mondjuk te azzal pózoltál többet? Én mikor elkezdtem az egészet, úgy kezdtem, mint bármelyik fiatal, aki eljár a terembe, fiúk, úgymond, mell, kar, ez volt a fő téma, mell és kar. Mell, kar, úgymond hátizom, vál, láb, valahogy hátsó térbe került mindig. És egy év edzés után el sikerült érjem azokat az eredményeket, hogy egy esztétikus fizikummal rendelkeztem. Én voltam az első fiú az osztályomból, akinek kockás volt a hasa, minden lány akart velem képezni, stb. De jól hangzik. Igen. De utána elkezdtem egy kicsit többet olvasni a testépítő versenyek irányában, meg a testépítő magazinekben, meg kezdtem saját magamat is figyelni, képeket csinálni magamról, stb. Stb. És rájöttem, hogy igazán nem vagyok egy olyan szimmetrikus fazon. És eléggé esztétikus vagyok, én meg jól nézek ki, meg szépen nézek ki, de nem vagyok egy nagy súly kategóriában. Van egy kis hasam, van egy kis mellem, jó a karom, nincs lábam, hát eléggé gyenge, vál, stb. És akkor döntöttem igazán el, hogy ideje lenne koncentrálni a többi csoportra is. Eltelt még egy olyan év, amelyikben a felső testem, úgy mondanám, eléggé jól nézett ki, de
eldöntöttem azt, hogy ideje koncentrálni a láb izomzatára, arra, ha igazán versenyt akarsz nyerni, mert testépítők szokták is mondani ugyanazt, hogy a láb meg a hát nyer versenyt. Ez van egy ilyen mondás? Igen, van egy ilyen mondás, mert ez a két csoport a fő izomcsoport. És akkor én elkezdtem edzeni komolyabban a lábamat, volt rá alkalom, hogy napi szinten edzettem lábot, volt olyan alkalom, hogy csináltam napi szinten két edzést, és az első edzés láb volt, utána este csináltam valami, ami a felsőtestre fogható, vagy váll, vagy egy kar, vagy... Persze, igen. És így egy év alatt annyira felhoztam a lábamat, hogy már a lábam volt a legjobb izomcsoportom. Láb, has, és ezzel kezdtem elnyerni versenyeket. Utána volt egy időszak, hogy annyira jó volt a lábom, hogy már látszik, hogy túl jó a felső testemhez. Tehát nagyobb lábaid voltak, mint a felső test. És utána elkezdtem koncentrálni újra a felső testemre. De felső testet könnyebb fent tartani, mint hogy felhozod a lábodat. Szóval, és akkor lassan az utóbbi két évben úgymond elértem szerintem egy igazán szimmetrikus és kellemes testet, és emiatt sikerült versenyeket is nyerek, amiatt, hogy én sose voltam a legnagyobb versenyző a színpadon. Szóval ameddig indultam a 70 kilós mezőnybe, azokkal versenyeztem, akik 70 kilóig voltak. De mikor már kategóriát váltottam, az én korosztályomban nem volt csak a 60 kilós mezőny testépítésben, 70 kilós és plusz 70 kiló. És ez a plusz 70 kiló azt jelentette, hogy legtöbbször 80 kilós, 90 kilós sportolókkal versenyzek, 100 kilós sportolókkal, akik velem egy időkorban vannak, de viszont sokkal nagyobb, mint én, a magasságunk miatt, stb. És ez igazán egy kihívás volt a számomra az, hogy úgy nyerjél versenyt, hogy te vagy a legkönnyebb a kategóriából. És mindig úgy volt. Mindig én voltam a legkisebb, de amiatt, hogy én voltam a legszimmetrikusabb, meg jó volt a prezentációm, karizma volt, és beletettem igazán sok készülést arra, hogy a formám legyen úgy a legjobb, mint minden arra szolgáljon, hogy a legjobb eredményet tudjam elérni. Ahogy ezt az elején mondtam, és te is elmondtad, hogy 70 kilós lehettél, amikor bajnok lettél. Ugye voltál 90 kilós is valamikor. Hol érzed magad igazán otthon? A 90 kilóban, amikor 90 kilós voltál, és ugye most legyünk őszinték, azért sokan vágynak arra, hogy 90 kilósan ugye igazán nagyok legyenek, és nagy hát, és nagy biceps, és a többi, és a többi, vagy pedig így 70 kilósan, hol vagy igazán otthon? Most per pillanat szeretném azt mondani, hogy érzem magamat a legjobban, egy olyan 80 kiló környékén vagyok per pillanat, szóval nem vagyok se az a nagyon-nagyon szálkás, se az a nagyon feltömegelt fazon, mert az én magasságomhoz képest a 90 kiló az picit sok. De hogyha el akarsz érni komolyabb eredményeket ebben a sportban, tudod dolog az, hogy tömegelned kell ahhoz, hogy minél több izmot pakoljál saját magadra, hogy minél jobban, meg arányosabban nézzél ki. De egy a csávon, aki 170 centi körül forog, mint én, a 90 kiló az már picit sok. Ahogy mondtad korábban, és kérdezted, hogy kinek mi a könnyebb, nekem eléggé nehezen ment a diéta is, és igazán megterhelő volt a számomra, és inkább valahol itt közép úton mondanám azt. Hát 70 és 80 között. Így igaz, így érzem magamat a legjobban, és a legegészségesebben is ugyanabban az időben. No, hát úgy, ahogy ezt mondtam a felvezetőben, te személyedző is vagy. Minden bizonnyal azért jöttek oda hozzád fiatal srácok, akár lehet gyerekek, ha lehet ezt így mondani, 13 évesen kezdted el te is, tehát ez még jó formán gyerek az ember, és lehet, hogy oda megy egy bajnokhoz, és így azt mondja, Denis, fú, akarom, hogy nagy legyek, és tényleg mutass meg mindent, én követlek, én akarlak, én mondd, mit kell csinálnom, hogy lehetek én is bajnok, hogy lehetek én is nagy? Sokszor megesett. Mert sok az a fiatal, akinek szüksége van arra, hogy érvényesüljön. És szerintem ez egy nagyon jó és egészséges dolog a fiataloknak, hogy a sport alkalmával, a sport megadja nekik az alkalmat arra, hogy érvényesüljenek. Sokan akartak bajnokok élni, sok mindenki a baráti körömből
az időteltével, vagy az ismerőskörömből, vagy volt kollégák az iskolából, vagy a liceumból jöttek hozzám edzeni, mert látták igazán, hogy kezdtem én el ezt a sportot, és mennyire úgymond messze jutottam vele, és szeretnék volna azt, meg továbbra is szeretik azt, hogy én legyek az, aki támogassam, meg segítsem őket ebben az útban, de az én szerencsémre úgymond eléggé megértőek abból a szempontból, hogy mikor én mindenkinek azt mondom, úgymond kollégák, meg kliensek, vendégek, hogy barát szeretek lenni mindenkivel. Szóval én igazán közel szeretek kerülni az emberhez azért, mert én úgy gondolom, hogy így ez a legjobb módszer arra, hogy kiszedjük a legjobbat a mi kollaborációkból. És emiatt, hogy egy nagyon jó viszonyom van mindenkivel, eléggé megértőek, mikor azt mondom nekik, hogy minden eredmény időt igényel. És nem csak arról van szó, hogy ma megtettem mindent az edzéssel, meg hú, mennyire jó diétáztam ma, meg mennyire vigyáztam a kajámra, mennyire sokat aludtam, mennyire sok vizet ittam, letettem az üdítőt, a cigit, stb. Vagy a sört mondjuk. Vagy a sört mondjuk, persze, vagy a chipset, vagy igen. Tudom én mit. Ugyanabban az időben nagyon fontos az, hogy hosszú távon ott legyél. Szóval, ha lenne választéked abból, hogy a mai nap tökéletes volt minden szempontból, 110%-ot beleadtam az edzésembe, ügyeltem a diétámra, aktív életstílusom van, letettem a dolgokat, amik nehezítettek az eredményeim elérésében. Ha ez a dolog csak ma történt meg, és nincs hosszú távon akció, akkor sajnos eléggé nehéz elérni ezeket az eredményeket, és ezért mondom azt, hogy inkább az ember legyen konszekvens, hogy olyan 2-3-4 hónap, 5 hónap során fél év, egy év, úgy, hogy nem ad bele 110%-ot, de 80%-ig ott van, és figyel arra, hogy legyen egy jó edzése, meg adjon mindent ott az edzésben, mindent beleadjon, figyeljen a táplálkozásra, de még egyszer-egyszer ugye becsúszik egy sör, vagy megittam egy kólát, vagy nem sikerült lefeküdni. Túlságosan későn mondjuk lefeküdjek, igen, nem sikerült korán lefeküdjek, inkább az ember belead egy olyan 80-85%-ot hosszú távon, hogy egy pár napig ott vagy teljesen, és utána elvesztetted az egész koncentrációdat. Egy halom dolognak össze kell állnia ahhoz, hogy valakinek jó eredményei legyenek. Azt is elmondtad, hogy nyilván ez sokszor fordul elő, hogy megkeresnek, és azt mondják, Denis, én is olyan akarok lenni, mint te, akkora szeretnék lenni, úgy szeretnék kinézni, és a többi. Volt-e arra példa, hogy biztos volt, itt is szerintem az lesz a válasz, hogy igen, hogy azok az emberek, fiatalok, gyerekek akartak bizonyítani, de valahogy úgy akartak bizonyítani, hogy mondjuk fekvenyomást nem 60 kilóval végeztek, hanem 70-nel. Megmutatom, hogy én már pedig kemény vagyok, meg fogom mutatni Denisnek, hogy igen, és sikerülni fog, és na, ezt kap ki, figyeld, én mit tudok. Igen, erre sajnos sor került egy párszor is, de viszont nem volt... Nem végződött rosszul senki számára ez, mert ez a sport, fitness, testépítés eléggé veszélyes lehet. Én mindig mondom mindenkinek, súlyokkal dolgozunk, gépekkel dolgozunk, nehéz tárcsákkal dolgozunk, ugyanabban az időben kézisúlyzókkal. Szóval elég, hogy megtörténjen a baj arra, hogy egy másodpercig nem figyelek, elejtettem a kézisúlyzót, és ott van a barátom, a lábára ejtettem, adtam neked egy példát, vagy elszakad egy kábel, vagy történhet bármi más, mert eléggé veszélyes magában. Vagy visszafordul egy láb, ugye a lábgépnél, a présnél rengeteg olyan videó van, persze, ahol persze. Egyszerűen vissza. És van rá példa sok profi testépítő, például Magyarországon Bós Kornél a lábtolónál törte ki a két térdét. Annyi szerencse volt az egészben, hogy megállt a gép. Na nem, akkor kipréselte volna szó szerint, igen, ez volt a szerencséje, idővel sikerült is felépülni, ami nagyon nagy dolog, de volt rá idő során erre példa, amit említettél, és én örültem, hogy egy konstruktív beszélgetés után ezekkel a fiatalokkal sikerült elmagyaráznom nekik, hogy nem a súlyról van itt szó. Ez nem erős ember sport, ez nem powerlifting. Itten igazán az érdekel minket, hogy egy szimmetrikus, harmonikus test izomzatot érjünk el. És nem arra koncentrálunk, hogy mennyire sokkal
nyomunk fekve, vagy nem tudom, csinálunk felhúzást, stb. Én is akkor kezdtem igazán fejlődni, amikor picit kevesebbet koncentráltam a súlyokra, amit használok, és többet kezdtem elkoncentrálni arra, hogy a szériám során érjek el időt a feszültség alatt. Time under tension. És koncentráljak arra, hogy korrekt mozgásokat csináljak, ne szakítsam a mozgást, ne siessek. És akkor egy olyan év során történt meg az igazán úgymond robbanás számomra, kezdtem el fejlődni, mert többet koncentráltam arra, hogy minőséges legyen a gyakorlatnak a formája. Ezeket hívjuk egyébként úgy, hogy ego-lifter, tehát csak azért emelnek iszonyat nagy súlyokat, amik lehet nem passzolnak hozzájuk, de lehet nincs is ilyen súly, hogy ami nem passzol, meg ami passzol, de ezt te szerintem jobban tudod, de hogy ők majd a szériának a végén elmondhassák, hogy igenis, ment a fekve nyomás, nem tudom, 100 kilóval. És aztán ők nagyon büszkék és elégedettek. Igen, én azt mondom, hogy egy olyan súlyt kéne találni mindenkinek, úgymond vendégeimnek, mint a szimpla terembejáróknak is, barátoknak, érdeklődőknek, mert sokan azok, akik kérdeznek, meg érdeklődnek ebben az irányában. Egy olyan súlyt kéne találni, ahol a szettünk során csináljunk egy 8 és 12 mozgás közt repetálás számot, úgy, hogy az első 6-7 mozgás simán menjen, azért koncentráljak, szóval ne menjen pont úgy, mint a levegőbe, hogy én nyomom a gépet üresbe, és a gép menjen, nem. Szóval tiszteljem a formát, becsüljem a mozgás formáját, és az utolsó 4-5 mozgás legyen megküzdve. Úgy, hogy az utolsó előtti 3 mozgásnál azért már érzem, hogy ez van már kemény, súly ez már arudó, igen, ez már húzós lesz, és az utolsó 2 mozgásnál sikerüljön azt elérem, hogy egy olyan 80-tól egészen minimum 75%-ig korrekt mozgás legyen. Mert ott még el tudod azt a térni, hogy fejlődés. Mikor már nagyon rontod a mozgás formáját, kapkodva csinálod, szakítod, dobod a súlyt, már nem tudsz annyira koncentrálni a feszültségre, ugyanabban az időben nő is arra a probabilitás, hogy lesérüljél a gyakorlatot hozzán, és igazán nem hoz neked nagy nyereségeket. És mire kell még odafigyelni, és hogyan kell helyesen testet építeni, azt még elmondod nekünk, de előbb elmegyünk egy rövid szünetre, és még több vizet fogunk fogyasztani, mert ez egészséges is kell. Úgyhogy most reklám, és visszatérünk Denisszel. És visszatértünk egy rövid reklám után, még mindig itt van velem Denis Ignatescu, és arról beszéltünk az imént, hogy hogyan kell helyesen mozgásokat elvégezni, mi kell ahhoz, hogy sikeresek legyünk, akár a színpadon, a bírók előtt, akár a teremben, és arról is beszélgettünk, hogy te hogyan érted el ezeket a sikereket. Jó, innen folytatjuk a beszélgetést, és beszéltünk az ego-lifterekről, a gyerekekről, akik nagyon meg akarják mutatni magukat. Látsz-e potenciált abban, hogy nem azt mondom, hogy napjainkban, mert nyilván sok fiatal van, de látsz-e magad körül, akár a klienseid közül olyan embereket, akik, hogyha egy kicsit jobban oda tennék magukat, akkor akár még több sikerre, még több pluszra tennének szert, és akár versenyezni is elkezdhetnének? Igen, lennének egy páran, akik termünkben, meg az én vendég körömben is nagy potenciállal rendelkeznek, de az igazán nagy probléma szerintem az emberek számára nem az, hogy komolyak vagy komolyabbak kéne lennének ebben a problémában, hanem inkább az, hogy picit több önbizalommal rendelkezzenek. Önbizalom? Önbizalom, igen. Mert sok az, aki mai napban potenciálissal rendelkezik 1 millió 1 szakban. Úgymond látok gyerekeket, fiatalokat, akik nagyon szépen rajzolnak, vagy énekelnek, vagy nagyon okosak egy igazán fiatal korban, csak az önbizalom hiány miatt, vagy amiatt, hogy a mellettük lévők nem pompálnak elég önbizalmat bennük, valahol az úton elveszlődnek. És én ezt szeretném mondani, hogy mindenki kéne egy picit több
önbizalma rendelkezzen arra, hogy igazán tudjon szép eredményeket érni ugyanabban az időben a sportban, mint a napi életünkben. Ez teljesen meglep, és valahol még nem is igazán értek egyet, mert hogyha körbenézek, és például, hogyha fiatalokról, vagy az átlag, akár pasiról, akár nőről beszélek, aki elmegy a terembe, és aki pózol, tehát a tükörben, az Instán, a Facebookon, tényleg azt látom, hogy már pedig önbizalomból nem, hogy hiány van, hanem abból öregen van jó sok. Ezt rosszul látom, hogy ezzel nem szembesült életemben? Ez a legtöbbször amiatt történik, hogy arra bizonyos személyre idő során nem is igazán figyeltek fel. És akkor ez úgy jön létre, hogy én próbálok valamit a múltamból kompenzálni. Avval, hogy kigyorom magamat, avval, hogy veszek egy jobb kocsit, avval, hogy veszek egy drágább ruhát, hogy nem tudom, tudnék még más-más példát is adni. Igen, világos. De nem akarom ezeket felhozni, mert nyilvánvalóan a sportról beszélünk, és ez történik meg a legtöbbször. Ugyanúgy ez történik meg a teremben is. Azért koncentrálok, hogy nagyobb legyek, izmosabb legyek, hogy az emberek, a mellettem lévők figyeljenek még jobban fel rám. De ez ugyan amiatt jön létre, hogy önbizalom hiányal küzdöttem egy adott pillanatban az életemben. Mert hogyha te vagy a legjobban, vagy a legkigyúrtabb csávó a teremből, vagy a legszebb nő a teremből, vagy a legokosabb csávó, a, nem tudom, az értekezletől, stb. Nem kell azt ott reklámoznod, hogy hey, figyeltek, én vagyok a legjobb, én vagyok a legkeményebb, én vagyok a legokosabb, a legizmosabb, a legszebb. Nem, ez akkor a melletted lévőktől fog jönni. Figyelj Ákos, te vagy a legjobb, vagy Denis, te vagy a legszebb, vagy te vagy a legokosabb, vagy te vagy a legkigyúrtabb. És ez történik általában. Szeretném még azt is hozzám mondani, hogy ugyanabban az időben kéne még többet figyeljenek arra is, hogy kit vesznek ezek a úgymond fiatalok példaképnek, mert ez is nagyon fontos ugyanabban az időben. Tudjuk, és ez is egy hosszas téma, de ugye a sportból indultunk ki, és még egy dolog, ami foglalkoztat nagyon, de nagyon, pláne, hogy mondod, hogy van néhány olyan srác, akár fiatal gyerek, akikben akár lenne potenciál, hogyha még többet megtennének. Nyilván ez az egész testépítés, ez most az én szubjektív véleményem, aztán megint lehet egyetérteni, vagy vitatkozni vele, de aki komolyan neki akar fogni, szerintem, és ismét ezt a sztereotípiát hozom fel, hogy az átlag testépítő az hű, de mekkora. Mert ez is valamilyen szinten valahol igaz, van benne némi realitás. És könnyen lehet, hogy az a srác, aki odajön eléd, az úgy valahogy sunyin megkérdi, de én úgy akarnék növekedni, hogy úgy kicsit gyorsabban. Na erre tudsz-e valami megoldást? És amikor kacsintok, akkor lehet, hogy már tudod, hogy mire gondolok. Vannak bizonyos szerek, tabletták, ez az amaz, ami elősegítheti ezt. Ezt meg lehet engedni egy fiatalnak, egy olyannak, aki most kezdte el az egészet, és van ilyen? Tehát van ez a fenomén? Igen. Igazán ami problémás a mi sportunkban az az, hogy mikor elkezdtük ezt a műsort, beszéltünk arról, hogy nem igazán lehetett ezelőtt 10 évvel tudni sokat az edzés programokról, nem lehet YouTube-on nem tudom, videókat találni, vagy napi vlogokat, vagy stb., ahol tudjál érvényes információkat kapni valakitől. Igen. Na, ez a dolog, valahogy ez a piac, ez a fitness sokat nőtt az utóbbi időben. Van sok információ, de most, még rátettünk 10 évet, a következő fenomén jött elő, hogy egy csomó hülyeség lett el a piacot. Már van egy csomó táplálékkiegészítő, már van egy csomó diéta, már van egy csomó cikk, van egy csomó influencer, van egy csomó celeb, aki fitnessezik, stb. Stb. És most még nehezebb leszűrni az információt, mint akkor. Mert legalább akkor volt 2 vagy 3 cikk, vagy magazin, amit olvastál. 2-3 ember, aki számított. Igen, aki számított. Felfigyeltél arra, amit ezek az emberek mondtak neked, kipróbáltad, és rájöttél, hogy figyelj, nekem például sok minden, amit láttam vagy olvastam, nem működött. És akkor én rájöttem, hogy hú, kell keresek valami mást, mert így nem fog működni. És akkor felkezdtem találni magamat. A táplálék kiegészítő, nem is tudom, hogy mondjam, industria, mert ez már olyan szinten van, hogy hihetetlen. Egy egész ipar tulajdonképpen. Egy egész ipar, és hihetetlen, eszméletlenül sok pénzeket, meg reklámot fektetnek ebben az iparban.
Sok a táplálék kiegészítő, ami szó szerint plusz a piacon. Szóval vannak olyan példák arra, hogy van egy fehérje, ami 20 g proteinnel rendelkezik, nem tudom, 3 kg és például 250 lej, adtam neked egy példát, és van egy fehérje, ami 22 g proteinnel rendelkezik, és drágább 100 lejjel, vagy 150 lejjel, akkor inkább az olcsóbbat veszed meg, és még egy fél kupát rakol pluszban ahhoz, hogy elérd ugyanazokat az eredményeket, mint amit a drágább fehérjével érsz el, és már három doboznál megspórolod a negyediket. Csak ez is nagyon fontos, hogy az ember olvasson, utána meg érdeklődjön ezeknek a termékeknek az irányában. Vagy, és kiegészítelek, vagy lehet van, aki annyira nem szakít erre annyi időt, hogy utána olvasson mindennek, elolvasson mindent, akár a neten, akár a könyvben, akár a kis bemutatóban, és akkor kell valaki, itt jön képbe a személyedző, akit fel lehet hívni, igen, meg lehet keresni, igen, és akkor elmondja, igen, mindenkinek a nyelvét. Igen, sok nutricionista is van a mai napban, aki tud egy tanáccsal segíteni ebben az irányban. Ugyanabban az időben jó, hogy említetted ezt a személyedzővel. A személyedzők tudnák sokkal segíteni az átlag terembe járó fazont. De viszont a helyzet az az, hogy az emberek, akik nem a mi vendégeink, valahogy nehezen veszik azt, hogy megkeressenek a terembe, vagy megállítsanak egy két percre. Hello, figyelj, bocsánat, hogy zavarlak, de lenne egy kérdés. Ez számomra ritkán van? Eléggé ritkán van. Igen. Ha a szimpla terembe járóról beszélünk. És hogy kiegészítsem még jobban a válaszomat, nem ajánlom senkinek a szteroid használását. Ezt még egyszer hangosan, tehát egy testvérítő azt mondja. Hangosan, hogy nem ajánlom senkinek, hogy szteroidot használjon, se, nem tudom, azért, hogy versenyszerűen akar versenyezni, vagy hogy sportolni akar magáért, vagy csak szimplán azért, hogy jobban akar kinézni jövő nyárán a strandra, mert ez nem játék. És pont. Oké, akkor ezt ennek tisztáztuk. Egy komoly üzenet, ugye amikor azt mondjuk, hogy szteroid, akkor valahogy mindenki ismételten lehet, biztos amúgy hibásan arra gondol, hogy egy olyan anyag, nem tudom, hogy én hogyan képzeljem el, életemben nem láttam szteroidot, de hogy akkor arról beszélünk, hogy ez egy olyan dolog, ami mesterségesen, vagy mennyit kell rá edzeni, hogy azok, azok az igazán látványos eredmények megjelenjenek? A probléma nem az eredményes eredményekkel lesz, hanem vagy az igazán wow eredményekkel a mellékhatások lesznek azok, amik időben azt fogod mondani, hogy ez a döntés nem érte meg a számomra. És sok fiatal van ugyanabban az időben, akik szerencsejátékoznak, vagy drogoznak, vagy tudom én bármilyen más ilyen aktivitásra, ami káros. Káros, rövid, vagy esetleg közepes, hosszú távon, és ezt is be tudnám ebbe a kategóriába rakni. Szóval ezek a dolgok gyógyszerek, vannak emberek, akik nagyon komoly egészségügyi problémákkal rendelkeznek, és használják ezeket a gyógyszereket azért, hogy javítsanak az aktuális szituációjukon, hormonok, meg úgy, ahogy te mondtad, mesterségi anyagok arra, hogy bizonyos problémákat, betegségeket tudjanak legyőzni, mert másképp nem tudják ezt elérni, és te egy tökéletesen egészséges személy eldöntöd, hogy már bocsa szó, de benyomok egy csomó szart magamba azért, hogy én most jobban fogok kinézni, és két év múlva, vagy három év múlva, vagy öt év múlva Isten őriz, napi szinten kell ezt járni az orvoshoz, vagy tudjam élni. Mert ennyire komolyak a mellékhatások. Mert ennyire komolyak, igen, a mellékhatások, és van rá példa a legnagyobbik szinten is, sportolók, akik versenyszerűen űzték ezt a sportot, és nagyon komoly problémákkal küzdöttek emiatt, van, aki emiatt meg is halt. Szóval ez igazán nem játék. Lehet itt szerintem neveket is említeni, mert könnyen lehet, hogy a kedves nézők is ismernek komoly és híres testépítőket. Én például ezelőtt 2 héttel láttam egy YouTube videót, amiben bemutatták talán a 10 legfelkapottabb testépítőt, akik valamikor ezelőtt 5-10-20 évvel nagy nevek voltak, de mostanság már egyszerűen arról beszélünk, hogy
kórházi ágyon fekszenek, nem képesek akár egy pohárt is felemelni, pusztán azért, mert a múltban ennyire komolyan űzték nem a testépítés, hanem a szteroidozást. És akkor a komoly mellékhatásai voltak. Jó, hát örülök, hogy erről is ilyen nyíltan tudtunk beszélni, és akkor még egyszer egy testépítő bajnok ráadásul elmondta, hogy ezt mindenképp ne. Kéne kerülni. Igen, kell kerülni mindenképp, és mindent, ami függőséget okoz. Ahogy mondtad, kábítószer, és a többi, és a többi. Látsz manapság? Tehát, hogyha már itt tartunk, akkor ezt is meg kell kérdezzem, hogy a tudatmódosítószereket igazán könnyen be lehet szerezni. Ez is egy nyílt titok. Nem beszélünk róla, de könnyen be lehet szerezni. A szteroidot azt mennyire lehet könnyen, vagy nem könnyen beszerezni? Egy jó kérdés, ugye? Egy jó kérdés. Erre nem is tudok igazán mit válaszolni őszintén, mert nyilvánvaló, hogy ezek ilyen tabu témák. Szóval ez egy olyan téma, amiről ugyanúgy, mint a drog, vagy a szerencsejáték, vagy tudom én, mindenki tud, de nem beszél senki nyíltan, senki se tudja, hogy ki foglalkozik ebben, stb. Szóval én úgy gondolom, hogy lehetséges az is, hogy könnyebben tudjál hozzá érni, mint gondolnád. És könnyebb legyen arra a válasz, mint gondolnád, de én személy szerint nem szeretnék erre koncentrálni inkább, meg nem szeretném ebbe az irányba fordítani a figyelmemet, mert én úgy gondolom, hogy a sport, vagy egy személy azért kéne űzze a sportot, hogy egészségesebb legyen. Azért, hogy javítson a kondícióján, nem azon, hogy arra koncentráljon, hogy evel rövid távon tudna nyerni egy bizonyos előnyt, amit idővel elpocsékol. Amiatt, hogy olyan egészségügyi problémákkal tudna küzdeni, hogy a nap végén igazán azt fogja mondani, hogy ez nem úgy nem volt egy jó döntés. De egyáltalán nem érte meg? Egyáltalán nem érte meg, és meg is fogja bánni ezt a döntést, amit elhozott. Jó, vannak még olyan hangok, ez még az utolsó dolog, ami ehhez köthető. Vannak még olyan dolgok, meg olyan hangok, amikor elmegyünk az utcán, és mondjuk látunk egy valakit, aki igencsak jól ki van gyúrva, ezt inkább így fogalmaznám meg, és aztán egyből jönnek a károgók, hogy ó, biztos használ valamit, nem lehet az akkora. Honnan lehet felismerni azt, aki tényleg használ? Tehát én most nagyjából írd le az izomzatot, hogy miről lehet felismerni azt, aki használ, és azt, aki nem, aki full natur. Ezt is amúgy a sok testépítő mondja, hogy ez öregem, ez full natur. Elsősorban az izomtömeg. A személyek, akik ezeket a gyógyszereket használják, sokkal tömegesebbek, mint egy átlag ember. Szóval meglássátok ezt a fazont, aki nem tudom, a magasságához képest 20-30-40 kilóval több, mint az átlag, azért le tudnád húzni a következtetményt, hogy használt vagy használ valamit. De ugyanabban az időben nagyon fontos koncentrálni arra is, hogy mennyire durva az izomzata ennek a személynek. Mert egy natur izom azért szép, kerek, látszik rajta a definíció, de nem olyan kavics durva. Tehát egyszerűen az az izom, amiben van szteroid, az fura formája, lehet ezt mondani, hogy nem egy természetes formája. Igen, látszik rajta, hogy sok. Egyszerűen sok, igen. Sok. Igen. Szóval ez szerintem a legjobb szó, hogy minden szempontból látszik, hogy ez egy picit sok. Teremben dolgozol. Nap, mint nap, lehet ezt mondani. Vannak-e kezdő hibák? Tehát amit az ember elkezd magától csinálja nagy vígan büszkén a gyakorlatot, de amúgy rosszul csinálja. És ugye ismét a világhálón, neten, az Instagramon, a Facebookon látunk egy halom olyan videót, ahol bemutatják, hogy nem, ezt így ne, hanem így. Igen. A helyzet az, hogy amit mondtam korábban, hogy kérdezz a személyedzőket, vagy a személyedzőt, vagy azokat a személyeket is, akik teremben járnak, de régebb óta járnak, mint te. Ugye nem kell szégyel magadat, hogy elkezdsz egy bizonyos aktivitást ma, vagy a múlt héten, vagy a múlt hónapban, vagy 2-3 hónapja üzöl egy bizonyos sportot, vagy egy aktivitást, vagy egy hobbit. Mert nem mindenki született sportoló, vagy horgász, vagy nem mindenki... Forma egy pilóta, persze. Minden, mindent
tanulunk. És akkor, mikor elkezdjük ezeket a dolgokat tanulni, ugyebár a probléma az az, hogy a legtöbben, akik eljárnak a terembe, szégyellik magukat. És jó lenne, ha eldöntöd azt, hogy te el akarod kezdeni ezt a terembejárást, menjél el egy barátoddal, vagy egy ismerősöddel, ha nincs rá lehetőséged egy személyedzővel kollaborálni közelről, menjél el valakivel, aki picit több infót tud, mint te. Ez tudna neked segíteni az első lépéseidben, abban, hogy elérjél egy bizonyos alapszintet. Ahonnan tovább, mert te már tudod egy pár gyakorlatot, te már tudod nagyjából, hogy hogy kell ezeket a gyakorlatokat végigvinni. Te már tudod, hogy mi lenne jó, mi lenne rossz, te már érzed, hogy ezek a gyakorlatok működnek, vagy nem rajtad személy szerint. Onnan tovább tudnád egy picit úgymond dokumentálni saját magadat. Elolvasol egy cikket, vagy például követel egy kedvenc sportolódat, vagy egy influencert, és már egy picit le tudod magadtól szűrni is az információt. Ha nem akarod azt, hogy vagy nincs rá meg a lehetőséged, hogy olyan személyekkel legyél körülvéve, akik tudnának neked válaszolni ezeken a kérdéseken, amik feljönnek. Mert természetesen én is a magam idejében ugyanúgy voltam. Sok kérdésem volt, amire nem találtam választ, és nehéz volt kiegyenesedjek valamiben, de én inkább amiatt, hogy nem volt, hogy kit kérdezzek, saját magam próbáltam ki. Ezek a módszerek, vagy edzéstervek, vagy diéták igazán működnek, és annak alapján, hogy láttam, hogy működik vagy nem, tudtam a végén egy bizonyos időszak után lehozni bizonyos következtetményeket róla. Ugye elhangzott többször az, hogy diéta. Azt is elmondtad, hogy mennyi mindent kellett neked megcsinálnod ahhoz, hogy azt az eredményt elért, hogy bajnok légy. Igen. És azt is elmondtad, hogy 17 esztendős korodban volt ez, tehát kb. 17 éves korodban lettél, jól mondom? Nyerte meg az első így versenyt, van, szuper, ez így akkor igaz. Erre jól emlékeztem. De most nem volt olyas valaki a családban, akár apukád, anyukád, aki azt mondja, hogy kisfiam, na mi ez, hogy diéta, mi az, hogy izmosodni akarom, nem akarsz inkább többet tanulni? Nem voltak ilyen lebeszélő gondolatok, szavak, mondatok, és egy kicsit akik így visszahúznak? Elsősorban szeretném azt is hozzátenni, hogy meg szeretném köszönni a családomnak is, meg a barátaimnak is, akik igazán közel álltak hozzám a úgymond sok sport éven során, mert támogattak minden szempontból. Anyukám nagyon támogató volt ebből a szempontból, ha nagymutterem volt az, aki főzte a kajámat a készülés során. És az diétás volt a nagymutteret kajája? Hát mondjuk a nagymamák azok mindig bőségesen főznek, igen, csak azért kérdezem. Igen, egy bizonyos pontig volt kakós kávé bundás kenyére, de mikor már elkezdtünk komolyan sportolni, elkezdtem magyarázni a családnak, hogy kéne több proteint bevigyek, meg szénhidrátot, meg minőségi szénhidrátot, zöldséget. Ugye én szerencsés voltam abból a szempontból, hogy nálunk a családban nem nagyon csinálják ezeket a bográcsleveseket, meg igen, ezeket a töltött káposzta, tészta, stb. Karácsonykor 10 féle üdítő, 30 féle sör, nem tudom milyen pia, ilyen tészta, olyan töltött káposzta, pörkölt, stb. Szóval eléggé ekilibráltok ebből a szempontból. Az egyetlen, aki egy picit ellenállt ennek a sportkarrieremnek, az igazán apukám volt, mert akkor még nem volt annyira elérhető az információ abból a szempontból, hogy sok mit hangzott el a sport irányában, hogy mindenki, aki terembe jár, szteroidot használ, amiről beszéltünk van, korábban, és hogy igazán, ha súlyos edzéseket csinálsz, akkor már nem fogsz nőni, stb. És ő volt az első, aki picit ellenállt ennek, és nem is tudta az első fél év terembe járásom, ról, de támogatott aztán, amikor úgy döntöttem, hogy versenyszinten fogom ezt a sportot. Az első fél évről nem tudott, hogy terembe. És így nem vett észre, hogy ez a kisfiú, mint hogy nagyobb lett volna a karja, meg a mellkasa, meg a háta, mint akkor már nem laktunk együtt, és nem volt annyira látványos ez a fejlődés, és utána, az első fél év után már mondtam neki, hogy figyelj, járok terembe, és szeretem ezt csinálni.
és utána volt egy ilyen elbeszélgetésünk, hogy na, örülök neki, meg hogy tetszik, de vigyázzál magadra, ne vidd túlzásba, stb. Stb. Utána se volt ennyire elragadtatva ezzel a sporttal, de emlékszek, előtt az első versenyemre, arról a versenyről, amiről beszéltünk korábban, amit megnyertem 17 éves koromban, eljött, mikor megnyertem az abszolút címért, elkezdett sírni, szóval meghatódott akkor, mikor meglátta, hogy ez az az út, amit én választottam, és hogy mennyire szeretem ezt csinálni. És sikeres is lettem. És sikeres is lettem ebben a dologban, és akkor szerintem rájött, hogy jól csinálom azt, amit csinálom, meg hogy próbálok arra is koncentrálni, hogy ne menjen az egészségem kárára ez az aktivitás. Ezek mind-mind gyönyörű szép eredmények, amik itt elhangzottak, már pláne, hogyha abból indulunk ki, hogy mennyi kitartással, lelkesedéssel, odaadással csináltad ezt az egészet végig. A kérdés, meg nyilván, hogy van mindig hová tovább fejlődni, tovább menni, következő eredmények és a következő célok. Most van ilyen? Tehát, hogy ebben az egészben tovább menni, tovább lépni, tovább fejlődni. Mi a következő cél? Egy igazán jó kérdés. Ez nekem mindig benne volt a fejemben akkor, amikor elkezdtem sportolni komolyabban, és már arról beszéltünk, hogy versenyre fogunk indulni, és hogy versenyszinten fogjuk ezt az aktivitást tűzni. Mindig azt akartam volna, hogy amatőr szinten sikeresen érjek el egy európai bajnok címet, meg egy világbajnok címet. Eredmények, amik akkor, mikor én elkezdtem ezt az aktivitást, nagyon messze láttam saját magamtól. De időteltével vele a harmadik helyen, amit elértem a 2020-as világbajnokságon, elkezdtem gondolkodni, hogy már nincsenek is annyira messze tőlem. Szóval, hogyha már harmadik voltam, már verseny nyertem meg, már tudnék egy lépcsővel feljebb menni. Ha már harmadik voltam, akkor el tudnám érni a második, meg úgymond az első helyet is ugyanabban az időben. De viszont egy eléggé zsúfolt időszak jött el az életemben, mikor igazán más dolgokra kellett koncentrálni. Igen, végre kellett vigyem az egyetemet, amit idén sikerült befejezzek. Utána a teremmel, ahol dolgozok, nagyon sok aktivitásba kezdtünk benne, mert számunkra nagyon fontos az, hogy ezt a várost, amiben vagyunk, és ezt segítsünk az embereknek, meg a fiataloknak, hogy közel legyenek a sporthoz, és hogy minél nagyobb számban lássanak a sportban egy módszert arra, hogy egy egészséges életet, egy aktív életstílust üzenek, és hogy a saját problémáikon tudjanak könnyíteni a sport által. Igen. Igen. És meg a nagyon sok vendég, akit fogadtam az elmúlt pár évben, eléggé nehéz volt a számomra koncentrálják. Sokszor volt az példa arra, hogy lemaradtak a saját edzéseim, de én szerintem mindenkinek mondom azt, hogy valamikor nagyon fontos része volt az életemnek, ez volt az első dolog, ami érdekelt. Most is nagyon fontos része az életemnek, és biztos lesz még legalább egy verseny, de sajnos nem tudom megmondani mikor. És hol. Mert eléggé teli a kalendárium. Sem baj, nézd, Denis, akkor a mai napunkon, tehát a mai napon azt tudjuk mondani, hogy következőket kell feljegyezni. Sportoljunk mindenképp, menjünk el a terembe, és semmiképp ne használjunk szteroidot, ez így van. És bízunk egy picit többet magunkban. Ezt is akkor feljegyeztük. Denis, köszönöm, hogy itt voltál, és ennyi mindent megosztottál velem. Köszönöm én a lehetőséget. Hát minden bizony, akkor még valahol, valamikor, akár egy versenyen, nem úgy, hogy én is ott leszek a színpadon melletted, és nem fogok feszíteni, de interjút még mindenki fogunk még készíteni. Remélhetőleg a sikerekről. Biztos vagyok benne. Köszönöm szépen a meghívást, meg a kedves nézőknek az alkalomért. Szteroidot nem, menjünk el sportolni, és szurkoljunk Denisnek mindenképp, ez is nagyon fontos, hogy a jövőben még hasonló szép eredményeket érjen el. Kedves nézőink, találkozunk jövő héten ugyanekkor, ugyanitt, addig is maradjanak a TV1-en. Szép estét, sziasztok!